katolikus karitász akciója ez a krumpli ebéd, Szent Erzsébet napjához közel szoktuk megtartani, ő a mi példaképünk és támogatónk, lelki támogatónk, akinek a karitatív tevékenységéről ugye legendák zengenek. Ilyenkor meghívjuk a falu lakosait egy egyszerű ebédre, ez főtt krumpli, lilahagyma, jutúró, tejföl és vajacska, kis borral és tejával tudjuk még a vendégeinket kínálni. A pénzbeli adományokat megvárjuk, és akkor ezekből az adományokból a karácsonyi időszakban rászoruló családjainkkal segítjük élelmiszerrel, kisebb kedvességgel, kávéval, szaloncukorral, ilyesmivel. 20-25 családot támogatunk itt a faluban. Volt haláleset az idén, van egy-két család, aki krízis helyzetbe került, és vannak egyedülálló idősek, most az önkormányzat segítségével tűzifát is tudtunk egy pár családnak juttatni, nem sokat, de azért mégiscsak egy kis segítség a részükre ez is. Úgyhogy egész évben igyekszünk gyűjtögetni, így húsvétkor, karácsonykor kitelepülünk a falu nagy rendezvényeire, búcsúkor, borünnepkor, és akkor az ott összejött adományokat tudjuk ilyenkor felhasználni. Azokat a hagyományokat, amelyek jók, amelyeket az elődök kezdtek el, az érdemes folytatni. Úgy tudom, hogy Kristóf atya idején indult el ennek a gyakorlata, hogy Szent Erzsébet napjához kötődően, hiszen ő a szegények támogatásának legeslegfontosabb szentje a világon, az ő ünnepéhez kötődően, ebédelünk úgy együtt, hogy lemondunk a húslevesről, rántott húsiról, pörköltről, főtt húsról, tormáról, stb. Dolgokról, amiket nagyon szeretünk, és én a szüleimnek hálás vagyok, hogy nem vegetáriánusnak neveltek engem, de ezzel senkit nem szeretnék bántani, se a vegákat, se a vegetáriánusokat, de hát én úgy ezeket az ételeket szeretem, de jó így lemondóan is együtt étkezni, ahol rántott húsi nincs, hanem olyan ételek, amik nem igazán a vasárnaphoz kötődőek, de amiről lemondunk, az válik a rászorulók részére adománnyá. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki a szervezés munkájában részt vett, a Karitász tagjainak, a előkészítésben résztvevőknek, és nagyon köszönöm kedves testvéreknek, hogy így tudunk együtt lenni. Nem a szomorúságról kell, hogy szóljon ez az ünnep, tehát hogy rántott hús nincs, az azért ne horgassza le ajkunkat, hanem nem legyen egy vidám együttlét, én ezt kívánom mindnyájuknak. És kezdjük el egy imával, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Jöjjön Jézus, légy vendégünk, áld meg, amit adtál nékünk, és áld meg azokat is, akik adják nékünk. És az ő áldása, a Szent Háromságos Egyisten áldása szálljon azokra is, akik nélkülöznek, akik szegénységben kell, hogy éljenek, és érezzék meg szeretetünknek jelét mindabban.